Önök az Energia és Minőségügyi Intézetben oktatott tüzeléstan című tantárgy elektronikus tananyagát látják. Miként talán az előző óra sem volt szokványos, úgy ezen az órán is még igyekszem közelebb maradni a bölcsészethez, mint a műszaki tudományokhoz. Áttekintést fogok adni a tűz történetéről, a tűzzel kapcsolatos történelmi eseményekből szemezgetve. Amint belekezdek, látni fogják, hogy esélyem se lenne mindenről beszélni. Annyira átszőtte az emberiség történelmét a tűz, tüzelés. Az előadás során beszélni fogok a tűzről, tüzelésről és az égéssel foglalkozó szakterület kronológiájáról, kiemelve néhány nevezetes történelmi eseményt az ókortól napjainkig. Lesz szó a művészetekről, hisz a téma megihlette nem csak a költőket, de a képzőművészet több ágát is. Hamarosan tehát hallgathatnak verset, filozofálhatunk, beszélhetünk a zenéről, ellátogathatunk Selmec bányára, végül ismét idézek Michael Faraday néhány ma is aktuális gondolatából, hát ha valaki lemaradt az előzményekről. Kezdjük a verssel. Önök talán már túl fiatalok ahhoz, hogy emlékezhetnének a Vers mindenkinek című műsorra. Szombatonként fő műsoridőben pár percben ment profi színészek tolmácsolásával. Mint magyar hangjegyzem meg, hogy most is megy ez a műsor az M5-ön minden nap. Magam is mondtam ott pár verset. Íme egy régebbi adás. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék, a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adól. Mint egy isten, hóban vacogva fogadta szent munkája bérét, még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rancspulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, s csak egy külön van, aki bátrabb. S aki mást akar, mint mi most van, kényes bőrét gyáván nem óvja, mint ős-ősére ütött Isten, a fölséges tűz csiholó. A tűz definíciója a Wikipédia szerint az alábbi. Alapvetően nem rossz definíció, ezért ennél nem is érdemes ezt tovább ragozni. Illetve ragozzuk mégis, mert azért van néhány megjegyzésem. Felolvasom a mondatokat, kiegészítem néhány szóval, ahol szükséges, majd kommentálom. A tűz kémiai jelenség, éghető anyag, többnyire fény és hő hatással járó oxidációja. Azért többnyire, mert fogunk tanulni majd sötétsugárzó, láng nélküli égésről is. Továbbá a korhadás is égés, csak nagyon lassú. Közvetlen hatása az égés a szerves anyagokat visszafordíthatatlan folyamattal elbomlasztja. Ez igaz, de azért felhívom a figyelmet, hogy az égés messze nem csak a szerves anyagokra vonatkoztatható. A tűz általában az oxidációs folyamat kísérő jelensége. Tökéletes mondat, mert ott van az általában szó. Önfenntartó folyamat. Kivéve, ha nincs így. Esetenként direkt ki akarjuk oltani a tüzet. Ezen az elven működik a Dévi féle bányászlámpa. Hőmérséklete 1500 és 2000 Kelvin közötti. Többnyire. Kivételből akadna jócskán. Itt csak kettőt említek. Az acetilén, oxigénben 3480 Celsiuson ég, ez több mint 4000 Kelvin.
de levegőn is közel 2800 Kelvin az úgynevezett adiabatikus láng hőmérséklete. Ellentétes oldalon vannak az úgynevezett hideg lángok. Például az éter bizonyos körülmények között 156 Celsius fokos lánggal ég, de az izopropil alkohol lánghőmérséklete is csak 360 Celsius, azaz 633 Kelvin. Ebből a szőrszál hasogatásból csak annyi az üzenet, hogy az igazi szakirodalmaknál elvárás a pontos fogalmazás. A tűz központi szerepet játszott az ember életében, mióta világ a világ. Herakleitosz szerint a tűznek is ellenértéke minden, és a tűz mindennek az ellenértéke, ahogy az aranyé a vagyon, és a vagyoné az arany. Miként felbecsülhetetlen az értéke a Herakleitosz korabeli antik kincseknek, legalább annyira felbecsülhetetlen érték a tűz. Az írott történelem körülbelül 6000 éves. Az első ember elődök megjelenését körülbelül 6 millió évvel ezelőttre teszik. Nos, a tűz ennél is öregebb valamicskét, hiszen előkerültek olyan elszenesedett növényi maradványok, melyeket ma több mint 420 millió évesnek gondolunk. Azt nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor lobbant fel az első láng, vélhetőleg villámcsapás által, de az biztos, hogy ennek az ember megjelenése előtt kellett megtörténnie. Az ember az első és egyetlen faj, aki tudatosan tudja használni a tüzet céljainak megfelelően. Vannak olyan közösségek, ahol ma is őskori technológiát használnak. Például egyes Pápua új-guineai törzsek csak 60 éve ismerték meg a civilizációt, így ők még mindig surlódás segítségével csiholják a tüzet. Az emberiség történelme leírható lenne a tűzzel kapcsolatos eseményekkel is. Amennyire meghatározó volt a múltban, annyira fontos a jelenben is. A tűz alapvető életfeltétele az embernek. A tűzgyújtás képessége drámai változást hozott az emberiség életében. Ez a képesség különleges szintre emelte az embert, hiszen nem tudunk olyan másik fajról, mely tudatosan használja a maga javára a tüzet. Nem csak azért, mert a hidegebb területeken is megteremtette a túlélés lehetőségét, melegével későbbiekben is komfortos környezetben élhetünk, de az ételek tartósításához ugyanúgy hozzájárult, mint fogyaszthatóságukhoz. Hasonlóan fontos tulajdonság a tűz fénye. Egyrészt a vadonban is mind a mai napig a tábortűz fénye riasztja el a vadállatokat, másrészt ez a fény tette lehetővé, hogy napnyugta után is lehessen tevékenységeket végezni. A gyertyalángja az, melynek fényénél Faraday esténként olvashatott, de hasonló szerepet kapott az Omega együttes által megénekelt petróleum lámpa nagyszüleink korában. A tűznek a mezőgazdaságban is fontos szerepe van. Hasznot hoz, ha kontrollált körülmények között tartjuk. Gondoljunk az állatok perzselésére vagy a tarlóégetésre. Utóbbi hasznosságát többen megkérdőjelezik, de itt is igaz, ami a legtöbb hasonló kérdésben. Döntsenek a szakemberek. Igaz, hogy kaptam már a Műszaki Agrártudományi Karnak címzett levelet, de ettől még nem tartom magam a kérdés szakemberének. A tarlóégetéshez nagyon hasonlatos a kert végében az avar égetése. Igaz, hogy így a legegyszerűbb megszabadulni a felesleges levelektől, és az is igaz, hogy a szomszédoknak is vissza lehet vágni a nyári hangoskodásért, de ettől még az avar égetés évszaktól függetlenül komoly légszennyezést okoz, és a legtöbb településen, így Miskolcon is, szabálysértés. Mai modern életünknek is központi eleme a tűz. A közlekedési eszközök jelentős részét belső égésű motorok hajtják. Ami nem ilyen, az javarészt elektromos.
Az elektromos energiát pedig ma még leginkább fosszilis tüzelőanyag elégetésével, erőművekben állítják elő. A szórakozás, szórakoztatás tárháza széles. A születésnapi gyertyák fényétől, az önök által is látott kísérleteken át, egészen a görög tűzig, vagy a tűzi játékokig tart. Egy pillanatra lépjünk ki a történelmi időkből, és lássuk, milyen szerepe lehet a tűznek a jelenben, illetve a közeljövőben. A baloldali ábrán a Nemzetközi Energia Ügynökség diagramján láthatjuk az elmúlt 30 év energiafogyasztás adatait energiahordozónként. A szénből gyakorlatilag csak égetéssel, erőművekben tudunk villamos energiát, illetve a háztartásokban hőenergiát nyerni. Az olajfogyasztás jelentős hányada hajtja járműveink belső égésű motorjait. Földgázból felhasználásunkra a szénnél mondottak jellemzők. A biomassa és biogáz felhasználás ugyancsak a tüzelőanyagok elégetése révén történik. Egyedül a villamos energiafogyasztásra nem jellemző a tüzelés. Hogy mindennek ára van, azt tudjuk. A közvetlen hatás az ember által okozott széndioxid kibocsátás, melyet világrészenkénti bontásban a jobb felső ábra mutat 1791-től 2017-ig. Nem tűnik helyi fluktuációnak, bár az is igaz, hogy csupán szűk 300 évről beszélünk, ami földtörténeti léptékben csekély idő. A közvetett hatás az, amit globális felmelegedésnek hívunk. Ennek a jelenségnek az okát ugyan lehet vitatni, de a hőmérséklet adatok nagyon makacsok. A jobb alsó földtérképen az látszik, hogy az 1951 és 80 közötti három évtized átlag hőmérsékletéhez képest hogyan változott a 2014 és 18 közötti 5 éves átlag hőmérséklet. Látszik, hogy az óceánok nagy részén körülbelül fél-egy fokkal, még Európában, Ázsiában és a bolygó északi részén pedig többnyire 2 vagy több Celsiusszal emelkedett a hőmérséklet. Ha tehát a globalitást földrajzi értelemben értjük, akkor nem nagyon van ezen mit vitatni. Ha időben, akkor jobbára nem tudunk mit mondani, mert igaz, hogy 50-100 éves távlatban az adatok hőmérséklet növekedést mutatnak, de azt fok pontossággal nem tudhatjuk, hogy milyen volt a hőmérséklet Mátyás király idejében. Történelmi adatok alapján is csak azt tudjuk feltételezni, hogy nyáron nagyon meleg, télen nagyon hideg volt. A mostani pár fokos emelkedés után még jöhet újabb jégkorszak is, ami azt jelenteni, hogy legalább lenne miről rajzfilmet készíteni a majdani ifjúság legnagyobb örömére. Akkor van többnyire baj, ha a tűz elszabadul, és az ember nem tudja kortában tartani. Ilyenkor tragédiák is bekövetkezhetnek. A természeti katasztrófákat, mint az erdőtüzeket, vagy gondoljanak a kísérletek során bemutatott lángtornádókra, nem könnyű megfékezni. Egy vulkán kitörést pedig nem is lehet. Az izlandi gazdaság tönkre is ment akkoriban, bár nem kifejezetten emiatt. Európa légiforgalma viszont leállt néhány napra a légkörbe kerülő hatalmas mennyiségű hamu miatt. Egyébként ugye tudják, mi volt az izlandi gazdaság utolsó kívánsága? Az, hogy a hamvait Európa felett szórják szét. Na de térjünk vissza a csúnyább dolgokra. Ilyenek a nem természeti, azaz az emberi tevékenységekre visszavezethető katasztrófák, gyárrobbanások, porrobbanások. Gyermekkorom egyik meghatározó esete volt a miskolci István malom leégése. Még évekig erről szóltak a hírek. Talán csak a zsanai gázkitörés hagyott bennem ennél mélyebb nyomokat. Egyrészt, mert nagyobb voltam már, másrészt, mert a híradó hetekig csak erről szólt. Az itt orosz repülőgépek hajtóművéből készített berendezésekkel sikerült eloltani nem csak a gázkitörés lángját,
De 12 évvel később a kuvaiti háború után égő kuvaiti gázkutak lángjait is. Végül ebbe a sorozatba illenek a városi tűzvészek. Az 1666-os londoni nagy tűzvészről tanultak középiskolában. Kevesen tudják, de Miskolcon is volt három komoly tűzvész. 1706-ban, 1780-ban és 1843-ban. Sőt, 1997-ben történt egy nevezetes gyújtogatás is. Ekkor égett ugyanis porig a Deszka templom. Ezt aztán közadakozással megtámogatva, a város dicséretes gyorsasággal az eredeti terv szerint újraépítette. Régóta ez Miskolc egyik híres látványossága. Az erdőtüzekre visszatérve, vannak esetek, amikor nincs mitől tartani. Az erdőtüzeket legtöbbször nem az emberi gondatlanság, hanem a természet okozza. A legnagyobb fákba gyakran csap villám. A természet egy erdőtűz után megújul. A sűrű lomb eltűntével ugyanis nagy virágzásba borulhat az addig árnyékban tengődő aljnövényzet, mint az a bal felső ábrán is látható. Ezek a képek az Egyesült Államok beli nemzeti parkokban készültek. A két jobboldali ábrán mamutfenyők között áll egy deli tüzeléstan oktató, illetve egy kiégett törzset fényképez fia, miközben körülbelül 20-30 cm-es hamurétegen sétálnak. A bal alsó részen meg azok a pici tobozok látszanak az imént említett deli oktató tenyerén, amik biztosítják a mamutfenyők túlélését. A fenyőmaguk szorosan a tobozba vannak zárva. Csak az erdőtűz által okozott hő hatására nyílnak ki, és így ki tud esni a mag. Csak pár száz évet kell várni, és a magból sudár mamut fenyő szökken. A tűz nem csak szabotázsokból használható fel békétlen célokra. Kifejezetten háborús célú felhasználásról is tudunk sajnos bőven. Homérosz jóval időszámításunk előtt megírta a trójai ló történetét, ami aztán a város felgyújtásával végződött. Archimédész néhány száz évvel később megalkotta az első napkoncentrátorokat. A katonák pajzsait kifényesítették és egy helyre tükrözték a napfényét. Az így fejlődő hő hatására a római flotta kigyulladt. Egy komoly mérnöki teljesítmény menthette meg a várost. Thukydidész az előzőeknél kevésbé ismert történetíró volt. Ő írta meg a peloponnészoszi háborút és annak egyik csodafegyverét, a görög tüzet. Ezt a vízzel oldhatatlan égő folyadékot ma a tűzijátékok egyik látvány elemeként ismerjük, de a maga korában ez volt az egyik legfélelmetesebb hadieszköz. A pontos összetétele olyannyira titoknak számított, hogy azt, aki elárulta az összetételt az ellenfélnek, előre hazaárulónak nyilvánították, és őt bárki büntetlenül megölhette. Sajnos hasonló fegyvert bevetettek a 20. században is. Ez volt a napalm. Hadi célokra használta Bornemissza Gerge is a híres tűzkereket, majd újabb sajnálatosan nevezetes felhasználás is volt a II. Világháborús gyújtóbombázások. A drezdai katedrális például a bombázást túlélte, de a keletkező tűzvészt már nem bírta ki. Vietnámban legalább ilyen kegyetlen felhasználási mód volt a napalm bevetése az amerikai katonaság részéről. Sajnos a magát civilizáltnak tartó világ így ki tud vetközni önmagából időnként. Helyesebben rendszeresen. És persze a világtörténelem tele van megtorlásokra, vallatásokra használt tüzes kínzó eszközökkel, felgyújtott városokkal, mágiára vetett emberekkel, tüzes trónuson ülő lázadókkal. Ezt a sort két közismert, a tűzhöz kapcsolódó idézettel zárom. Fülembe forró olmot öntsetek, illetve 500 bizony dalolva ment,
láng sírba velszibárd. Héraklejtosz idézettel kezdtem, ezért filozofálgassunk kicsit. Héraklejtosz jó 500 évvel élt időszámításunk előtt. A tűz központi eleme volt filozófiájának, mert a világra úgy tekintett, mint az örökké élő tűzre. Ezt tartotta a világ alapalkotó elemének. Emellett még három alapalkotót ismert el: a tengert vagy vizet, a földet és a levegőt. Mindent a tűzre vezetett vissza, így például a lelket is a tűz és víz alkotta keveréknek tekintette. A bátor nemes jellemeket nevezte tüzeseknek vagy lánglelkűeknek. Ha a víz dominált, akkor az illető gyenge jellemű, iszákos volt. A tűz központi eleme volt a kínai Wuxing filozófiájának is, amit öt elem tanaként is ismerünk. Az öt elem a tűz, víz, föld, fém és fa volt. Ezek között különböző építő, illetve pusztító vagy szabályzó kölcsönhatások lehetnek, melyek közül a dián olvashatók a tűzhöz kapcsolódók. Időrendben következő filozófia a görög. Arisztotelész is öt alapelemet ismert el: a tüzet, vizet, földet, levegőt és étert. Ebből a filozófiából merítkezett később az alkimista filozófia. Az éter helyett sokszor a tudományosabban hangzó quintesszencia kifejezést használták, és mindegyiknek más-más halmazállapotot tulajdonítottak. A filozófusok, akik félállásban természettudósok is voltak, nem tudtak mit kezdeni azzal a tapasztalattal, hogy égés közben tömegnövekedés észlelhető, azaz az égés termékek és maradékok ösztömege nagyobb, mint a kiinduló anyagok ösztömege. Az első, ma ugyan már meghaladott, de a saját korában haladónak számító elmélet a flogiszton elmélet volt. Az alkimisták misztifikálásával szemben a flogisztonisták megpróbáltak tudományos választ adni a kérdésre. Az elmélet szerint az éghető anyagokban flogiszton található, ez okozza az égést. Minél több flogiszton van az anyagban, az annál hevesebben ég. Ma azt mondanánk, hogy nagy a fűtő értéke. Égéskor távozik az egyébként negatív tömegű flogiszton, ami megmagyarázza a tömeg növekedését. Az elmélet nagy népszerűségre tett szert, így például Winterl Jakab professzor is ezt tanított a Nagyszombaton. Ezt az elméletet végül Antoine Lavoisier cáfolta meg 1772-ben, amikor kísérletileg bizonyította, hogy a tömegnövekedés egyértelműen az égésben résztvevő levegőnek tulajdonítható. Itt érünk el Selmecbányára, ahol a Miskolci Egyetem őse, a Selmecbányai Erdészeti és Bányászati Akadémia volt található. Az akadémia első professzorává Nikolaus Jacquent nevezte ki Mária Terézia. Jacquent részt vett a Lavoisier elmélet kísérleti igazolásában. Több tudományterület művelőjeként az ásványtan, a kémlészet és az elméleti kohászattan mellett botanikával is foglalkozott. Később Prágában dolgozott, majd a Bécsi Egyetem rektoraként vált igazán ismerté. Festménye a dékáni hivatalban található. De térjünk vissza Selmecre, ahol Jacquent megnősült és három gyermekük született. A Jacquent család barátja és zenei házi tanítóját Wolfgang Amadeus Mozartnak hívták. Egyik művét, a Kegelstatt triót kifejezetten a család számára írta, és 1786. augusztusában az ő házukban mutatták be. A zongoránál az egyik Jacquent lány ült, és Mozart maga hegedült. Ma ehhez hozzáteszem, hogyha egy professzor legalább egy évig az akadémián oktatott,
A város ezt élethosszig tartó ezüstbánya járadékkal honorálta. Akkor beláthatják, hogy nem lehetett nagyon nehéz sorsa arrafelé egy selmeci professzornak. Talán ezért is alakult úgy, hogy a 19. század közepén Selmecbányán nem kisebb személy volt a fizikatudomány professzora, mint Christian Doppler, a róla elnevezett Doppler effektus megfogalmazója. A tűzábrázolása a művészetekben egészen változatos eredményeket hozott. Itt látják példaszerűen, többnyire két-két konkrétummal, hogyan ihlette meg a Prométeusz történet a festőket, szobrászokat, építészeket, írókat és költőket, zeneszerzőket és filmrendezőket. A lista messze nem teljes, és hangsúlyozom, hogy ez nem a tűz ábrázolásáról, hanem annak egy pici részéről, a Prométeusz történetről szól csupán. Prométeusz neve ógörögül előrelátót jelent, a görög mitológia egyik alakja, egy titán, aki ellopta a tüzet az istenektől az embereknek. A történet lényege Dióhéjban a következő. Prométeuszt és Epimétheuszt bízta meg Zeusz azzal, hogy teremtsenek lényeket, melyek benépesítik a földet. Epimétheusz teremtette az állatokat, Prométeusz pedig az istenek képmására az embert. De olyan sokáig foglalkozott vele, hogy mire elkészült, Epimétheusz az összes előnyös tulajdonságot elhasználta az állatok teremtésénél. Prométeusznak megesett a szíve esendő teremtményein, és úgy döntött, nekik adja a tüzet, ami addig csak az istenek tulajdona volt, hogy az ember az állatok fölé emelkedhessen. Prométeusz az Olümposzon Héfaisztosztól kapta a mesterségbeli tudás ismeretét, és tüzet lopott a kovács műhelyéből, s a tüzet egy üres édeskömény szárban sikerült levinnie a földre az embereknek. Magát Prométeuszt Zeusz azzal büntette, hogy a Kaukázus hegyén egy sziklához láncoltatta, ahol egy Eton nevű óriási sas minden nap a máját marcangolta, ami másnap újra visszanőtt. Zeusz úgy tervezte, ez 30 000 évig fog tartani, de 30 évvel később Héraklész lelőtte a sast, és kiszabadította Prométeuszt. Zeusz ezúttal nem bánta, hogy Prométeusz megmenekült, mert a tett dicsőséget hozott Héraklésznak, aki Zeusz fia volt. Prométeusz visszatérhetett az Olümposzra. Prométeuszt a tűz elhozatala, a mesterségek ismeretének tanítása és az áldozat bemutatás gyakorlatának bevezetése miatt a civilizáció atyának tekintették. Michael Faraday a történelem egyik legnagyobb kísérletező tudósa volt. Kevesen tudják, hogy Faraday nem csak az elektromosság terén alkotott maradandót, de a tüzelés technikában is letette a névjegyét. Ő fedezte fel a bunzen égő ősét, és első mentora az a Sir Humphry Davy volt, aki a Davy-féle biztonsági bányászlámpát megalkotta. Sok ezer bányász köszönheti az életét ennek a sújtó légveszélyt előrejelző lámpának. 1821-ben kezdeményezte, hogy a fiatalok számára ismeretterjesztő karácsonyi előadásokat tartson az Angol Királyi Tudományos Társaság. 1825-ben ő volt az első előadó, majd 1861-ig még 18-szor adta elő 6 részben a gyertyalángról szóló előadás sorozatát, mindig zsúfolt teremben. A 6 előadás könyvben is megjelent, számos nyelvre lefordították. Magyarul egyszer adták ki, 1921-ben. Apró színes, hogy akkoriban igyekeztek a külföldi neveket is magyarosítani, így Verne Gyula és Mély Károly mintájára a könyv szerzőjeként Faraday Mihályt tüntették fel. De vajon miért beszélek ennyit Faradayről és az előadásairól? Két idézet talán megmagyarázza. A könyv a következő módon kezdődik. Ne feledjük, hogy a hallgatóság gyerekekből állt, ezért tegezte őket. Nagyon fontosnak tartom annak a megismerését,
hogy a gyertya anyaga milyen állapotban került a Kanóc hegyére. Ugyanis a lángban oly szépség, oly ragyogás mutatkozik, mint semmiféle más jelenségben. Ismeritek ugye az arany és az ezüst ragyogó szépségét, az égkövek, a rubin és a gyémánt káprázatos csillogását. De mi ez a tűz fényéhez és szépségéhez képest? Nincs az a gyémánt, mely úgy világít, mint a láng. Ragyogását az éjszaka homályában annak a lángnak köszönheti, amely megvilágítja. A láng eloszlatja a sötétséget. A gyémánt fénye önmagában semmi, és csak akkor tünedezik fel, ha a láng sugara éri. De a gyertya önnön erejéből világít, önmagára veti a fényét, vagy pedig azokra, kik alkatrészeit egybeillesztették. A könyv utolsó bekezdése pedig a következőképp hangzik. A felolvasásaim befejezéséül még csak azt kívánom nektek, hogy még csak éltek, a gyertyával való hasonlatosságot minden vonatkozásban megértsétek, hogy ti is fényt árasszatok a környezetetekre. Minden tettetekben a gyertyalánk szépsége tükröződjék, és kötelességetek hű teljesítésében szépet, jót, nemeset cselekedjetek az emberiségért. Michael Faraday, A gyertya természetrajza, 1861. Fordította Bálint András, Athénaeum, Budapest, 1921. Az előadás végéhez közeledve két dián még összefoglalom a tüzelés technika kronológiáját. Külön szín jelzi a tudományos felfedezéseket. A gyertyalángot sokan tanulmányozták, így például Sir Francis Bacon is, aki felfedezte, hogy a lángnak határozott szerkezete van. 1650-ben demonstrálták kísérletileg először a levegő fontosságát az égéshez, hogy aztán 15 évre rá Robert Hooke bebizonyítsa, hogy nem a levegő, hanem egyik alkotója, az oxigén a kritikusan fontos alkotó. 1815 és 19 között fejlesztette ki Davy a már említett biztonsági bányászlámpát. 1816-ban egy angol lelkipásztor kitalálta a később róla elnevezett Stirling motor elvét. Ezzel elbaktatott a londoni találmányi hivatalba, ahol a szakértők megvizsgálták találmányát, majd közölték a pappal, hogy a dolog elméletben sem működhet, majd azt tanácsolták az atyának, hogy ahelyett, hogy a mérnök urak dolgába ártaná magát, inkább térjen vissza a nyájához, és prédikáljon nekik. Stirling atya a tanácsot megfogadta, és nem ismerünk más műszaki alkotást tőle. Az első működő Stirling motort jó 100 évvel később alkották meg, és csak a 21. század kezdetétől kezd elterjedni. A Stirling motor elve körülbelül 50 évvel a gőzgép után született, de Stirling atya zsenialitását mutatja, hogy 60 évvel előzte meg az Otto motor szabadalmát, 76 évvel pedig a dízel motorét. Ma a Stirling motor a hulladék energiát is hasznosítani képes, alternatív energiatermelés egyik potenciális eszköze. A klímakérdés nem új keletű. Több mint 160 évvel ezelőtt John Tyndall felfedezte, hogy bizonyos gázok blokkolják az UV-sugárzást. Elmélete szerint a gázkoncentrációk változása klímaváltozást eredményezhet. Az 1800-as évek végén, egészen pontosan a millennium évében, 1896-ban publikálta Arrhenius először, hogy a széndioxid kibocsátás globális felmelegedéshez vezethet. 1994-ben a kémiai Nobel-díjat Oláh György kapta, aki később a metanol alapú gazdaság modelljét megalkotta. Ma még kőolaj alapú gazdaságban élünk. Ezzel a mai előadás végére értem. Köszönöm, hogy kitartottak. Jó szerencsét!